Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök Viva Natura vagy VN televíziót láthatnak, ezen belül is az FAQ adássorozatunkat. Kedves vendégem Vezérszonyi László úr, szervusz! Szervusz, és üdvözlöm a kedves nézőket! 2011. októberében találkozhattunk először veled, amikor is az euró bedőlésével kapcsolatos proféciáidat közölted, amelyet elég sok ember megnézett. Ezt követően idén tavasszal visszatértünk erre a kérdéskörre, és akkor úgy nagyjából azt ismertettük, hogy a mozzanatok azok elég jól elindultak, senkinek nem örömére hozzáteszük. Ugyanakkor nagyon sok ember adta az euróját erre való hivatkozással, és a reális helyzetet látva, megismerve, most mielőtt elkezdenünk a beszélgetés, az interneten megjelent egy film, egy európai parlamenti képviselő részéről, őt megnéznénk, aztán kommentálnánk az itt látott eseményeket. Another one bites the dust. Country number four, Spain gets bailed out, and we all of course know that it won't be the last. Újabb tag harapott fűbe. Spanyolország a negyedik a sorban, akit kimenekítettek, és mindannyian jól tudjuk, hogy nem ők az utolsó. Bár lehet, hogy a hétvégén lemaradtam valamiről. Mert amikor a spanyol miniszterelnök Mr. Rajoy szót kért, azt mondta, hogy ez a mentőcsomag bizonyítja, mekkora siker az eurozóna. Ahhoz képest, hogy heteken keresztül hangoztatta, hogy nem lesz szükség mentőcsomagra, és figyelve, hányszor változtatott a történeten, alakított a helyzetet, azt hiszem elmondhatom, hogy ő a legalkalmatlanabb vezető Európában, és ez egy komoly teljesítmény, mert ebben a mezőnyben erős a verseny. Az ön valamennyi jóslata is helytelen volt, Mr. Barroso, és drága öreg Van Rompuy mit csinált? Lelépett. Mert amikor legutóbb megtisztelt a jelenlétével, azt mondta, sikerült megfordítanunk a helyzetet. Az euróválságnak vége azóta nem járt itt. Emlékszem, amikor 10 évvel ezelőtt aláírták a lisszaboni szerződést, azt mondták, hogy 2010-re megszűnik a munkanélküliség, és Európa lesz a világ legversenyképesebb hatalma. Minden objektív szempont alapján vizsgálva elmondhatjuk, hogy az euró elbukott, és egy katasztrófa leselkedik ránk. Ez a megállapítás ront, nem pedig javít a helyzeten. Összegyűjtenek 100 milliárd eurót a spanyol bankrendszer megsegítésére. Ennek 20%-át Olaszországnak kell összeszednie. A megállapodás értelmében Olaszországnak 3%-os kamatra kell hiteleznie azt az összeget a spanyol banknak. De ahhoz, hogy ezt a pénzt összeszedjék, 7%-ra kell kölcsönt felvenniük a piacon. Zseniális, nem? Csodálatos. Tényleg. A megállapodás eredményeként a most kölcsönadó országokat is hamarosan ki kell majd menteni. Emellett további 10%-kal növeltük Spanyolország államadósságát. Azon kívül bármelyik banki elemző megmondhatja, hogy 100 milliárd euró nem oldja meg a spanyol problémát. Ehhez úgy 400 milliárd kéne. Görögországgal a szakadék szélén az euró feladására készülve az igazi probléma, hogyha Görögország kilép az Európai Központi Bankból, az Európai Központi Bank csődbe megy. Vége. Az Európai Központi Bank 444 milliárd euró kintlévőséggel rendelkezik a kimentett országokban. Ahhoz, hogy ezt helyrehozzuk, le kell hívjuk a kölcsönadott pénzeket Írországtól, Spanyolországtól, Portugáliától, Görögországtól és Olaszországtól. Ilyet kitalálni sem lehetne. Ezt hívják teljes bukásnak. Ez a hajó az euró titanikja jéghegynek ütközött, és sajnos nincs elég mentőcsónak. There simply aren't enough lifeboats. Farázs úrról, aki itt az előző riportban monológiát elmondta, azt kell azért tudni, hogy nagyon sokszor Orbán Viktort és a magyar rendszert is nagyon komolyan bírálja korrupcióval, és mindenféle igazmondó történeteket mond. Mennyire hiteles ő a te számodra, az ő kijelentései mennyire állják meg a helyüket itt a mai világban? Hát az biztos, hogy 100%-ig igaz, amit mond. Amit láttunk az előző kis filmben, arról nem vagyok meggyőződve, hogy a valós hátterét is ismeri az úr, tehát hogy annyira tisztában van az összefüggésekkel, hogy mi vezetett ide. Azt nem tudom, én inkább az az érzésem, hogy ő egy picit hasból politizál, és ami nyilvánvaló is látszik, azt kimeri mondani. A többi politikus inkább visszafogottabb, és nem meri kimondani. De nem mondott el valós tényeket, tehát nem hangzottak el számok, nem hangzott el egy bizonyos alátámasztás, azt mondta el, amit is mindenki nyilvánvalóan tud. Mi ebben tudunk segíteni? Egyébként az volt az érdekes a riport kapcsán, hogy volt Grósz Károlynak annak idején egy mondata, amit Horn Gyula is átvett később, hogy a kutyák ugatnak, a karaván meg halad. Tehát, hogy láttuk, hogy egy jót nevettek, ott volt az érintett személyek, akiket megszólított, és utána mindenki fölveszi a kis több milliós fizetését, és az Európai Unió végrehajtja azt a fiókszervezeti munkáját, amit rábíztak.
Igen, pontosan erről van szó. A számokról akkor valamit tudnál esetleg? Ezek a számok, ezek biztos, hogy mindenki számára borzasztóak lesznek. Hát alapvetően az Európai Unió körülbelül 8000, jelenleg 8000 milliárd euróval van eladósodva, tehát ennyi a hiány. Ennyit követel az Európai Központi Bank a helyi nemzeti bankoktól, illetve az egész Európai Unió háztartásától. Hát ez egy bődületes összeg, és a legrosszabb az, hogy ez nem elég. Tehát ez az eladósodás, ami jelenleg tart, ugye Franciaországnak most azonnal prompt 2000 milliárd euróra lenne szüksége, csak ahhoz, hogy kilábaljon a jelenlegi válságból. Spanyolországnak legalább 400 milliárd euróra lenne szüksége ahhoz, hogy a jelenlegi aktuális válságból kilábaljon. Mindenestől, úgy, ahogy van az Európai Unió hajója, tényleg recseg, ropog, bármely pillanatban elsüllyedhet. Jelenleg is ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor egy hajó süllyed, és mindenhol próbálják a lukakat betömni. Betömködni, és a tömködésnek a súlya egyre jobban húzza lefelé, és előbb-utóbb valóban el is fog járni, és szépen el is fog süllyedni ez a hajó. De az, hogy most pont ez idén májusban, októberben, vagy akár már februárban bekövetkezhetett volna, ez az esemény szempontjából másodlagos. Itt nem kell időponthoz kötni, ez a rendszer úgy, ahogy van rossz, ez mindenképpen el fog süllyedni. Miből adódnak ezek az óriási hiányok? Ugye láttuk egy példát, hogy Olaszország 3%-ra kell, hogy a szerződés szerint Spanyolországnak hitelt adjon, ugyanakkor neki 7%-ra kell fölvenni a piacról pénzt, amit utána ő újból adósként jelentkezik, mert hogy ezt ki kell fizetnie. Ez a kamatos kamatnak a fegyvere öli meg a világot, hogy milyennek az oka az, hogy ezek Igen. az őrült hiányok keletkeznek? Igen, elsősorban a kamatos kamatnak a hát a kamatos kamatban rejlő ellentmondás, ami a világot tönkreteszi, de nem kell ezen meglepődni, ez már több száz éve így van, és több száz évben mennek tönkre kormányok, uralkodók, ez egy megszokott játék, én ebben nem találok semmi különöst, ez így megy már, amióta ez a rendszer körülbelül 400 éve működik Európában és szerte a világban. Az a momentum, hogy Magyarországnak mindenféle olyan feltételt szabtak, hogy az eurozónába belépjen, amit hál' Istennek nem tudott teljesíteni. Most milyen pozícióba helyezi ennek kapcsán, hogy ez az európai, vagy euró, vagy Egyesült Európa titanik, ha ő elkezdett süllyedni? Hát mi hozzá vagyunk kötve ehhez egy lánccal, ezt úgy fogjuk föl inkább, hogy nem vagyunk az hajón, hanem minket húz maga mögött ez a süllyedő félben levő hajó, egy csónakot, és hogyha megfelelő időben elvágják azt a zsinort, azt a kötelet, akkor megmenekül Magyarország. Ha nem, akkor megy lefele vele együtt. Ez a mostani az IMF hitel korábbi visszafizetése mennyiben segít ahhoz, hogy ezt a láncot elvágjuk a süllyedő hajóhoz? Hát sokban segít. Ezt egy jó lépésnek tartom. Egyáltalán csodának, hogy Magyarország ki tudta termelni ezt az összeget. Én nagyon örülök neki, hogy vissza lett fizetve. És mostantól kezdve Magyarország elindulhat egy olyan úton, amikor az olló végül is ott van a hajó orrába, és bármikor le lehet erről szakadni. Több lehetőség van erre. Az egyik lehetőség, ugye most nem szimbolikusan mondom, hanem konkrétan, az egyik lehetőség az, hogy megszabadulunk az eurótól, mint tartalékdevizától. A másik lehetőség pedig az, hogy az a függőség, ami számunkra az Európai Unióhoz való csatlakozást jelentett, tehát a pénzügyi függőség, azon lazítunk törvényileg. Tehát nem az Európai Unió központi bankja határozza meg a nemzeti bank működését, hanem a nemzeti bank valamilyen szinten önállóan is működhet, például amit tiltanak a mostani törvények, a jegybanki finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy nem kell nekünk ahhoz, hogy pénzt, illetve a hitelezésen keresztül pénzt teremtsen akármelyik, akár a jegybank, akár melyik kereskedelmi bank, nem kell nekünk ehhez az Európai Központi Bank, ezt megtehetjük
magunk is, és nem kell ezért a kölcsönvett pénzért plusz kamatokat fizetni. Ez lenne a lényeg. Konkrétan ez azt jelenti, hogy újból vissza vesszük a pénzkiadás, a pénzteremtés jogát, illetve az euró tartalékból, amiről tudjuk, hogy idő múlva színes papírpénz lesz, visszafizettük ezeket az adósságokat, mert gondolom az euró tartalék keretből fizetjük vissza az álmodóságokat. Tehát csökkentjük azt a függőséget, de az pénzbe való függőség, és ugye a Nemzeti Bankból volt őrült mennyiségű pénz, amit nem használt a gazdaság hosszú időn keresztül. Igen, itt volt. Hát most én nem tudom, hogy miből finanszírozták és fedezték, de ha ebből fedezték, jól tették az IMF kölcsön visszafizetését. A lényeg az, hogy a külföldi cégek, amelyeknek anyavállalatuk külföldön van, a lányvállalatuk van Magyarországon, ne vigyék ki, vagy ne tudják kivinni a hasznot az országból. Ehhez az egyik eszköz az például, hogyha nem feltétlenül, vagy nem azonnal tudják euróra átváltani az itt megtermelt profitot, hanem kénytelenek itt befektetni. Én ezt látom egy járható útnak, illetve azt, amit Orbán Viktor most is követ, hogyha azzal fenyegetik meg a külföldi cégek leányvállalata, hogy kivonulnak az országból, azt mondja, nyugodtan el lehet menni, de akkor a magyar tőke, illetve a magyar nemzeti tőke fogja átvenni az ő szerepüket. Ez is egy megoldás, mert akkor legalább ugyanazt az utat tudjuk járni, mint Németország járt az 50-es években, 60-as években, vagy később Dél-Korea a 70-es, 80-as években, Japán a 60-as években. Tehát akkor ezt az utat is tudnánk járni, és a kiszolgáltatottságunk lényegesen csökkenne. Nem tudom, azok a hírek mennyire jutottak el, hogy az OTP részvényeket pont a legnagyobb részvénybirtokló piacra bocsájtotta, és ugyanezt az igazgatósági tanács tagja is folyamatosan megteszik, és egy olyan vészósó hírek jöttek, hogy valóban a hitelesekkel szemben elkövetett, törvényesített büntetteknek egyszer következménye lesz, és ennek következtében viszont elég sok bankcsőd lesz. Egyéni csőd nem létezik Magyarországon, de a bankok minden további nélkül csődbe mehetnek, és ezek a csődök, látjuk, hogy egy hasonló szisztémával 10 évvel ezelőtt Argentinában milyen óriási társadalmi sokkot okoztak, az emberek elvesztették a hitelek megmaradtak, de akik befektettek, befektetői pénzek eltűntek. Hogy lehet látni ebbe a világba a bankok, illetve a nagy cégek multik működését hazánkban? Nem hiszem, hogy a magyar jogrendszer meg fogja engedni azt, hogy a bankok csődbe menjenek. Nem is lenne jó. Nem az ördögöt kell látni a bankokban, igenis a bankok azt teszik, amit ebben a pénzrendszerbe szálljuk, rájuk kiszabott a maga a háttérhatalom. Nem hiszem azt, még egyszer visszatérve, hogy a magyar jogrendszer meg fogja azt engedni, hogy például a devizahitelesek ellen elkövetett pénzügyi büntetteket a bankokra terhelje, hanem én arra gondolok, hogy valami más megoldást fognak kitalálni. Ha ez bekövetkezne, akkor valóban egy sok érni az országot, sokkal nagyobb sok, mint az, hogyha mondjuk államilag finanszíroznák ezeknek a kamatoknak, vagy ezeknek a hiteleknek a kamatterheit. Én például azt látnám egy pozitív megoldásnak, de ha visszatérünk a devizahitelekhez, az mindenki számára kiderült, hogy ez egy hibás termék volt. És a legfontosabb, hogy nem hitel volt. Tehát a devizahitelezés azt a banki szakzsargonban swap ügyletnek mondják, vagy csereügyleteknek, mi pedig határidős, illetve vegyes csereüzleteknek, és ez az volt. Erre a bankok tulajdonképpen egy plusz hasznot tettek a devizák vásárlási, illetve az eladási ára közti árrést még plusz rátették haszonnak a hitelekre, és ez jelentkezett sokszor plusz terhelésként a hitelfelvevők számára, és ez volt az a rész, amit a magyar bíróságok nem tartottak helyesnek. De magát a konstrukciót engedték. Tehát egyetlen egy bíróság sem mondta azt, hogy kérem szépen, ez egy hibás termék, kérem szépen, ezt nem lett volna szabad
létrehozni. Azt tudjuk csinálni, hogy eltöröljük, és semmi sem nyilvánítjuk ezt a terméket, ezt egyetlen egy bíróság sem mondta ki. Egyedül ebben a picike kis marsban, ugye szakzsargon marsban volt egy elmarasztaló ítélet, és erre hivatkoznak. Nem hiszem azt, hogy egyik bíróság, vagy valamelyik bíróság azt fogja mondani, hogy tulajdonképpen ez az egész úgy, ahogy van az elejétől kezdve egy átverés volt, ezért semmi is minden szerződés. Hanem inkább úgy lesz, hogy valahol ezt a feleslegesen és valóban helytelen rápakolt átváltási illetéket fogják visszafizettetni majd a bankokkal, vagy az állam fogja kifizetni, vagy valaki, biztos nem a devizahitelesek, de szerintem maga az egész rendszer úgy, ahogy van, meg fog maradni. Ugye a bírókkal kapcsolatosan egyrészt az, hogy nagyon sok más esetben is kiderül, hogy a bírók szakmailag, tehát nem a justiciát, ezt tökéletesen értik, de azt, hogy ezt az egész dolgot, amit te felvettél, hogy szakmai átlássák, nincs ilyen bíróképzés Magyarországon, aki a banki ügyleteket ilyen szinten el tudná értékelni, ha bár szakértőket mindig bevonhatnának ezzel kapcsolatosan, vagy bevonnak, vagy nem. Ugyanakkor a bírók is 2002-ben kaptak egy speciális, csak bírókra vonatkozó hitelt, ami szinte kamatmentesen éves összegeket tudtak felvenni. Tehát a bírók és a bankrendszer kapcsolat az egy elég érdekes viszony alakult ki. Ugyanakkor azt látjuk viszont, hogy egy-két bank kivételével hosszú évek óta csak orrült nagy deficiteket és mínuszokat termelnek ezek a külföldi érdekeltségű bankok, mert hogy ők az anya-lányvállalat között folyamatosan transferálják a pénzeket, és nem is tudhatjuk, hogy nekik mekkora nyereségük keletkezik itt ebben az országban. És a legnagyobb problémát én ott látom, pozitívnak tartom én is valóban, az IMF-től valami módon meg szabadulunk, hogy létezik egyfajta skizofrénia Magyarországon. Azt mondjuk, hogy nap mint nap megmentjük a devizahiteleseket, ugyanakkor látom a képeket, hogy láncra vert anyákat visznek el, a kilakoltatásnál a gyereket elviszi a gyámhatóság, és ilyen civil pólókba öltöztetett géppisztolyos emberek felügyelik, hogy a kilakoltatás működjön. Tehát egyik oldal azt látom, segítsünk a devizahiteleseken, másodszor viszont egyszerűen maga a nap mindnapos kilakoltatások tovább mennek egy gépezet alapján, és igazából aki tehetne, az állam, hogy azt mondja, akkor én az állam szerepével azt mondom, hogy ez nem történik meg. És a kettő között én bízom egy ideig abba, hogy én kapok segítséget, de ha nem kapok, akkor nem sok lehetőség marad a kezemben, amit lépje. Hát igen, én azt hiszem, hogy először is egy átfogó koncepciót kellene elkészíteni ennek a kormánynak, ennek a pénzügyi kormányzatnak, ami Magyarországot irányítja, és csak azután lehetne valóban akár a kilakoltatásig kerüljön egy helyzet, egy mondva a helyzet kilakoltatáshoz vezessen, de csak akkor valóban, hogyha olyan esetről van szó. Maga a rendszer rossz nagyon. Tehát egy olyan rendszerben élünk, ahol eleve kódolt az, hogy a banki hiteleknek körülbelül az egynegyedének be kell dőlnie, statisztikailag nézve, legalább az egynegyedének be kell dőlnie, és azok mindenképpen elúsznak. Én azt szeretném, hogyha az emberek, a lakosság megtanulná azt, hogyha föl szeretne venni egy bizonyos kölcsönt, illetve hitelt, akkor azt ne fordítsa, ebben a rendszerben ne fordítsa olyasmire, ami nem hoz az ő számára hasznot. Tehát amiből nem tudja kitermelni a kamatterheket, illetve a tőketerheket. Tipikusan ilyen a lakásvásárlás. Hogyha valaki mondjuk, most mondok egy számot, 3% vagy mondjuk 5% fölött, 5%-os kamat fölött vesz fel hitelt lakásépítésre, házépítésre, felújításra, biztos lehet abban, hogy jó esélye van arra, hogyha esetleg elveszti a munkáját, vagy valami, elveszti a jövedelmét, ugye a mai időkben minden lehetséges, könnyen, jó esélye van arra, körülbelül 20-30%, hogy elveszítse azt az ingatlant, amire fölvette a kölcsönt. Tehát ne vegyenek fel ebben a rendszerben az emberek kölcsönt, vagy pedig hozzanak létre, az állam hozzon létre olyan konstrukciót, olyan hitelkonstrukciót, ahol a
kamatok lényegét átvállalja, tehát a kamatoknak a legtöbb részét átvállalja az állam, és 3% alá kerüljenek a kamatok, akkor kitermelhető nagyjából a fizetésből, nagyjából a jövedelemből egy ilyen ingatlannak a finanszírozása. Tehát ne vegyenek fel az emberek, senki ne vegyen fel ilyen kamatokra, hát ugye annak idején 5-6-10-15%-ra vettek fel az emberek hitelt, nem szabad felvenni. Ez a rendszer nem olyan, ami ezt megengedi. Ez egy gyilkos tévedés. Azt kell látni, hogy én azért mondjuk nem vettem fel hitelt, tehát nem magamat védem, de abban a gazdasági környezetben, amikor van munka, és ugye a háttérhatalmat említetted, sajnálatosan nyomják be a pénzt a gazdaságba, és látszólag minden gyönyörűen működik, az emberek akkor vesznek fel hitelt. Amikor egy oldalon a játékszabályokat megváltoztatják, és lásd árfolyam eltérés miatt olyan pénzek után, amit föl se vettek, hanem csak egy játék következtében fölemelik a kamatot, te már nem tudod kiszámolni, még hogyha az a jövedelmed is megmarad, de ugyanakkor szivogatják ki a kamatokkal a pénzt a gazdaságból állami szinten és egyén ember szinten is, ezért viszont egy idő múlva már a jövedelmed nem felel meg az életed fenntartására és a hitelek fizetésére, mert a 40 ezerből 80 ezer forintra fölment hitelek, meg tudnék én brutálisabb számokat is mondani, lehetetlenné teszi a rendszert. És akkor egyértelmű a motiváció, hogy nekik nem a pénz kell vissza, mert a pénz nekik semmit, ők gyártják, hanem az a motiváció, hogy az történelem alatt megtermelt javainkat, házainkat, a mindenünket, a földjeinket elvigyék, és ez egyfajta játék, amit te egy szóval említettél, de erre emberek élete és egy nemzet, és több nemzet megy rá. És visszatérve, majd elnézést, csak zárszóként, visszatérve az Európai Unióra, látsz-e valamilyen lehetőséget, ha ott felelős emberek tudnának döntést hozni, hogy ez a hajó mégis valami módon ne süllyedjen el? Hát lenne lehetőség, persze, természetesen sok lehetőség lenne. Az egyik visszatérni az EQ-s rendszerre, illetve az EQ alapon működő rendszer, ami még működött régen, vagy pedig egy annál sokkal jobbat létre lehet hozni, de akkor viszont a központi pénzt, kibocsátást szét kéne újra osztani a nemzetállamok között. Most ezért nem hiszem, hogy a háttérlobbi, a háttérhatalom lobbija ebbe bele fog menni, bár jó pár ország ezt szeretné. Ez lenne a megoldás. Ha ezt nem teszik meg, vagy nem hoznak egy másik alternatív megoldást, nem hoznak létre, akkor ez a hajó menthetetlenül el fog süllyedni. Múltkor említette egy korábbi adásunkban, hogy a háttérhatalom konkrét célja az, hogy Európát teljes egészében lenyomják, és az Amerikai Egyesült Államokkal egy közös unió létrejöttével a teljes gazdasági kontrollt Európára rávetítsék, mert hogy mi szegény Európát Amerikának meg kell menteni, és innentől a teljes függetlenség nem csak európai, hanem nemzetállami szinten is megszűnne. Azt a pénzkiadási jogot, amit azért több száz éven keresztül settenkedtek, hogy megszerezzék, ugye itt volt a nagy csapda az Európai Unióval kapcsolatban is, hogy ezt kellett elsőnek a kis nemzetállamoknak odaadni, igen, hogy ezt ők visszaadják, ebben én nem hiszek. Nem szereted, de van egy közbenső kérdésem. Tudsz arról valamit, hogy tavaly december 21-én járt le a pénzkiadási jog Amerikába, 99 éves szakasz, hogy ezt követően történt-e valami Amerikában, de ez egyik fontosabb kérdés az előző, csak valahogy abszolút ide tartozik az európai nemzetek pénzkiadási joga, illetve Amerikába visszakerült az államhoz a FED-től a pénzkiadási joga. Nem került vissza. Természetesen nem. Tehát, hogy akkor nem is tartották be azt a szerződést. Nem. Akkor térjünk vissza Európára. Nem, és pontosan ennek a hatalomnak, ennek a pénzügyi hatalomnak lenne az újabb áldozata Európa. Ugye Amerika már teljesen tőlük függ, és ha létrejön ez az európai, amerikai szabad, hát nem szabadkereskedelmi, hanem hivatalosan szabadkereskedelmi és pénzügyi együttműködés, abban az esetben gyakorlatilag létrejön egy új gazdasági hatalom, olyan, mintha az Európai Unióba belépne az Egyesült Államok tagnak, viszont hogy az Európai Unió devizájával szemben, közös devizájával szemben a dollár körülbelül 5-szörös erőt képvisel, ez azt jelenti, hogy pár hónap alatt elvérezne az euró. Tehát a még létező eurónak nem lenne akkor sok jövője, az pillanatok alatt vége lenne. Valószínűleg ez is a cél. Tehát én el tudom képzelni
bár bizonyítani nem tudom, hogy az eurónak a bedöntése vagy beomlasztása az egy igenis akaratlagos cél. Akkor most nézzük megint kis Magyarországot, és feltételezzük, hogy el tudja vágni a láncszelit, és egy újból egy nemzeti integritását visszakapott kis ország leszünk, ami el tudja kerülni, hogy például a Monsanto, aki ezerrel teper most, hogy a génmanipulált programját átnyomja Magyarországon, minden erőt megteszünk, megtegyük, de az óriási nagy vállalatok, ez csak egy volt közülük, ezek mind kiterjeszteni a hatalmát, és még jobban a gyarmatává tenni az ilyen kis országokat, hogy mi vagyunk. Hiszen kis ország, hogyha ott hánykolódik a tengeren, és használjuk ezt az analógiát, elvágta a láncát, önmagában nem lehet független ebben a mai világban. Úgy, hogy azért ez a visszaszerzett kis önállóság, mert ugye erre játszunk most mindenféleképpen, mégis a függetlenség megmaradjon, valahova egy nagy hajóhoz megint oda kell kötnünk ezt a láncot. Bizony, mert különben nagyon könnyen elsüllyedhet a háborgó tengeren ez a kis csónak. Így van, a megoldás a keleti hatalmak felé mutatkozik, akár Oroszország, akár Kína felé. Ez a két ország éppen most szeretné létrehozni a új közös devizájukat, amivel a dollárt kiváltanák, illetve ez lenne az új tartalékdeviza. Ezt mind a két ország vezetője ki is nyilvánította még ebben az évben, márciusban, illetve májusban, azzal a kitétellel, hogy ők sem bíznak abban, hogy ez 10 éven belül megvalósul. De hogy ez a cél, ez biztos, és ehhez lehetne kötni Magyarország hajóját, legalábbis addig, amíg ez a pénzügyi háborgó tenger le nem nyugszik. Én ezt tudnám a mai politikusoknak ajánlani, hogy az eurót legalább részben váltsák ki konvertibilis yuannal, illetve rubellel, illetve a dollárt, és akkor sokkal, tehát mint tartalékdevizát, és akkor sokkal biztosabb lenne Magyarország pénzügyi helyzet. Tehát a dollárt éltetnénk azáltal, hogy átvált. Ugye, mert Oroszországnak is ez az időzített bombája, hogy ő már rég meg kellett volna a konvertibilis rubel létrehoznia, ezzel szemben viszont dollár alapon működik az egész orosz gazdaság, tehát mindenünk dollárról. A Moszkvába bemegyek, megkezdik dollárra vagy rubelra fizetek. Az igaz, ők a dollárt használják kiegészítő devizaként, de a belső egymás közti elszámolásra a cégek rubelt használnak, és az nem is baj, hogy nem konvertibilis. Kínában is így van. Ott is dollárt használnak alapvetően kiegészítő devizaként exportra, illetve abban halmozzák fel a megtakarításokat, de a belső elszámolás yuanban, illetve renminbiben történik. A renminbi nem konvertibilis deviza, és pont ez a lényege. Pont ettől működik a kínai, illetve az orosz gazdaság, hogy kettős devizarendszert alkalmaz. Mi viszont jelenleg éppen úton vagyunk a kettős devizarendszertől leváltva, hogyha valóban eurót szeretne bevezetni a magyar pénzügyi kormányzat. Én inkább azt mondom, maradjunk meg a forintnál, és akár tartalék devizaként nyugodtan. Akár a rubelt, akár ha konvertibilissé válik, illetve a renminbit, ha konvertibilissé válik, vagy pedig akár még azt mondom, még a dollár is sokkal jobb az eurónál. Tehát még ki nem alakul ez az eurázsiai gazdasági övezet, addig is érdemes horgonyozni egy kicsit az orosz irányba. Is. Kína irányban is. Kína irányban is. Amerika irányban is. Mm-hmm. És az eurótól való függést minél jobban megszüntetni. Mm-hmm. Kedves nézőm, rengeteg új információt tudtunk önöknek átadni, hogy belekeveredett a magyarországi devizahitelesek témája, csak annak köszönhető, hogy ez napi problémája az embereknek, hogy naponta ma is lakoltatnak ki embereket. Ugye nem beszéltünk még a Horvátországról kérdéséről, de egy következő adásban szeretnék vezetni Szörény Lászlóval kitárgyalni azt, hogy milyen új nap jön az égen, ami ezt a jellegi háttérhatalmat teljes egészében pénzügyileg és gazdaságilag és morálisan képes lenne leváltani. Az a lényeg, ha önök figyelmesek és tudatosak, és látják, hogy mi történik az életünkben, az életükben, akkor már is nem lehet önöket megvezetni, félrevezetni, mert csak a tudatos ember saját maga környezetében való megváltozása eredményezi az, hogy az egész világ megváltozik a környezetünkben. Nincsenek nagy forradalmi időszakok, nem fogjuk a putyilovi gyárat elfoglalni még egyszer, a saját életünket kell elfoglalni tudatossággal és másképp látással. Nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. Önöknek megtisztelő figyelmüket, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálon láthatják. Viszontlátásra!